nemzetrész megmaradása szempontjából nagyon fontos, hogy jövőben is éljenek itt magyarok. Sajnos az ukrajnai helyzet, a harci cselekmények a keleti régióban, a gazdasági válság, az biztonság érzet hiányát és megélhetési problémákat, negatív jövőképet is jelent a fiatalok számára, amiatt nagyon sokan elmennek, amiatt nagyon sokan kivándorolnak, és sajnos sokan közülük nem is szándékoznak visszatérni. Akik itt vannak még, azokat vissza kell tartani, és olyan programokat kell létrehoznunk, amelyek elősegítik azt, hogy visszatérjenek. Ezért azon kívül, hogy gazdasági kérdésekben igyekszünk lehetőséget teremteni a vállalkozóknak, a gazdáknak és mindazoknak, akik megpróbálják itt a boldogulást megtalálni a szülőföldön, még megpróbálunk olyan feltételeket teremteni, ami fiatalság számára fontos, hogy jól érezzék, komfortosan érezzék magukat, és lássanak maguk előtt valami olyan jövőképet, amelyik visszatartva erővel rendelkezik, hogy a szülőföldön magyarként meg lehessen maradni. A gyermek a legfontosabb, és mindannyiunk számára nagyon fontos, ezek a gyerekek jól érezzék magukat, szeretetben fürödjenek, és a jogaikat élvezhessék. Minden gyereknek joga az, például, hogy anyanyelvén tanulhasson. Ezt a jogot most a mi gyermekeinktől, a magyar gyerekektől és általában Ukrajnában a kisebbségekhez tartozó gyerekektől el akarják venni, illetve hát a törvények által már részben el is vették, ha a törvények érvénybe kerülése esetén pedig ez a jövőben lehetetlené teszi az anyanyelvvel való oktatást, ezért mi, akik a politikával foglalkozunk, az a dolgunk, hogy küzdjünk, és ebben a küzdelemben mellettünk áll a magyar nemzeti kormány és a kárpátai magyarság is. Ennek a gyereknapnak az az üzenete, hogy a gyermekkor a legboldogabb kor az ember életében, mindig a mai napnak kell örülni, aki a mai napnak tud örülni, az boldog ember. Én is ezt mondtam a beszédemben, ez a legnagyobb bölcsesség, amit meg kell tanulnunk a boldogság eléréséhez, és örüljünk ennek a mai napnak, örüljünk egymásnak, örüljünk annak, hogy ilyen szép nyári nap van, ünnepnap van. A gyermekek vidámak, a gyermekek élvezik az életet, és ez nekünk felnőtteknek a legnagyobb öröm.